Itt a fehérvári beszélgetések a Fehérvár Televízióban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Koronavírus a témák még mindig, és sajnos lesz is az elkövetkezendő hetekben, az biztos, akár itt a Fehérvár Televízióban, akár pedig a Vörösmarty Rádióban. Ugye sokféle szempontból beszélgettünk már a koronavírusról, felnőttek szempontjából, idősek, nyugdíjasok szempontjából, a gyerekek szempontját viszont nem néztük meg, hogy mennyire veszélyes. Ugye az interneten vannak eléggé egymástak ellentmondó információk, veszélyes, nem veszélyes. Szeretnék ennek én a végére járni, és szerintem nagyon-nagyon sokan a nézők közül is szeretnének ennek a végére járni, ezért hívtam a stúdióba mai napon egy szakértőt, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel, dr. Tokod István főorvost. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel, doktor urat itt a Fehérvár TV-ben. Én is köszöntöm a televízió nézőket. Ugye rengeteg információ van az interneten, ezzel nyilván a szakmabéliek is szembesülnek, hogy tényleg egymásnak ellentmondó információk, kamu oldalak vannak, nyilván a laikus emberek, hát ebben elég nehezen igazodnak el, azért örülök, hogy itt van a doktor úr nálunk a stúdióban. Először is ugye jöjjön a kérdés rögtön a dolgok közepébe vágva, mennyire veszélyes ez a koronavírus a gyerekekre? Hát a gyerekgyógyászként szerencsés helyzetben vagyunk, mert az eddigi adatok azt mutatják, hogy gyerekekre nem veszélyes a koronavírus. Természetesen megfertőződnek a gyerekek, legalábbis egy része a gyermekeknek, de enyhe lefolyású a betegség. Épp most olvastam egy kínai tanulmányt, ahol viszonylag kis esetszámon, egy 20 gyereket bemutató esetszámon érzékeltették azt, hogy gyakorlatilag komolyabb szövődmény nélkül zajlott le a betegség a gyerekeknél. Inkább arra lehet számítani, mint egy szokványos vírusfertőzésnél, hogy a felülfertőzés veszélye nő meg esetleg a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban is. Tüneteket ugye lehet olvasni mindig az interneten, milyen tünetei vannak, a magas láz, köhögés, légzési nehézségek, aztán vannak a lájtosabb, könnyebb esetek, ugye, amikor ilyen kis nátaszerű tünetekkel megúszza az ember. A gyerekeknél is nagyjából egyébként, hogyha kialakul ugyanezek a tünetek, tehát ugyanezeket lehet nagyjából elmondani? Pontosan, általában kis száraz köhécseléssel, lázzal jár. Igazából én azt gondolom, hogy akkor érdemes esetleg tanácsért orvoshoz fordulni, hogyha nagyon magas a láz, kifejezett nehéz légzéssel, szapora légzéssel jár a fertőzés, de ez általánosságban érvényes gyakorlatilag minden vírus fertőzésre. Ebben az esetben érdemes orvoshoz fordulni, és hát az orvos majd eldönti, hogy olyan ellátó helyre kell bemenni, ahol esetleg koronavírus tesztet végeznek, és indokolt-e egyáltalán a koronavírus teszt elvégzése. Tehát a gyereknél akkor előjön láz, köhögés, akkor a szülő ne essen azért pánikba, tehát nem a világ végét éli akkor. Pontosan meg. Nem kell rögtön koronavírus fertőzésre gondolni. Úgy látjuk, hogy, és én is úgy látom, hogy egyéb betegségek, egyéb vírusfertőzések azok, amik inkább még mindig gyakoribbak a betegeknél, és szerencsére nagyon-nagyon ritkán fordul elő koronavírus fertőzés. Ugye mindig mondják, szintén lehet hallani a médiában, hogy a koronavírus azoknál veszélyes, akiknek van valamilyen krónikus betegsége. Ugye nagyon szép szó az a krónikus, pufogtatjuk folyamatosan. Ez mit jelent magyarul, hogy krónikus? Tehát mi számít? Vannak betegségek, amik a krónikus betegség kategóriájába tartoznak? Pontosan a krónikus betegségek azok hónapokon, éveken keresztül, vagy akár egész életen keresztül állnak fenn. Hogy csak egy példát mondjak, például ilyen a cukorbetegség, vagy a gyulladásos bélbetegség, vagy maga az asztma például, hogy légúti betegséget is említsek. És nyilván ezek a betegek, akiknek ezen krónikus betegségek miatt valamilyen szinten érintett az immunrendszerük, fogékonyabbak is az egyéb betegségekre, például a vírusfertőzésekre, és a gyengébb immunrendszer miatt nehezebben tudnak megküzdeni ezekkel a fertőzésekkel. Ez érvényes a felnőttekre is, tehát az egészséges felnőttek általában enyhén vészelik át az eddigi tapasztalatok alapján a koronavírus fertőzést, inkább azok veszélyeztetettek, akik a felnőttek közül is krónikus betegségben szenvednek, főleg a tüdőbetegek. Tehát tüdőbetegeknél. Igen, elsősorban. Hallottam olyat is, aki mondjuk, ezt is olvastam, nem tudom, mennyire igaz, nem igaz, hogy nincsen kimutatott tüdőbetegsége, de mondjuk dohányzik például. Rájuk nézve is veszélyesebb? Pontosan. Tehát ha sokat is beszélünk arról, hogy a dohányzás mennyire káros az egészségre, most igazából itt van az ideje annak, hogyha valaki komolyan úgy gondolja, hogy leszokik a dohányzásról, akkor
ez a koronavírus járvány egy kiváló alkalom erre, hogy ezt el is kezdje. Tehát egy forint nélkül le lehet szokni, nem kell a terápiára költeni semmit. Pontosan. Igen. A másik, amit szintén gyakorta használunk, az a cseppfertőzéssel terjed. Ez magyarul mit jelent? Ezt is halljuk napi szinten, de szerintem nem biztos, hogy el tudjuk mondani, mi az a cseppfertőzés. Pontosan. A beszéd, tüsszentés, köhögés kapcsán a légutakból apró kis nyál cseppecskék kerülnek a környező légtérbe, és ha túlzottan közel megy valaki, például egy akármilyen, nem csak koronavírus, hanem egyéb légúti fertőzésben szenvedő beteghez, akkor ezek a cseppecskék rákerülhetnek a testére, nagy Isten be tudja lélegezni, és ennek következtében átterjed a beteg emberről a légutakban hordozott vírusfertőzés az addig egészséges emberre. Ezért hangsúlyozzuk azt, és a média is úgy látom, hogy kellő mértékben hangsúlyozza, hogy egy, de inkább 2 méter távolságot tartsunk a légúti tüneteket mutató betegektől, különösen érvényes ez most a koronavírus járvány időszakára. Uh-huh. Ami nagyon fontos, még ugye halljuk naponta a kézmosás, gyakorta a kézmosást, ugye a gyerekeknek ezt igazából meg kell tanítani. Azt hallottam, hogy rengeteg oktató videóban lehet is látni, hogy az ilyen 20-30 másodperc az mindenképpen legyen a kézmosás, és több helyen olvasni, ez nem tudom igaz-e, hogy ebben az időszakban is elég azért a melegvizes vagy kézmelegvizes szappanos mosás. Ez igaz, vagy inkább fertőtlenítővel csináljuk? Inkább fertőtlenítő kézmosószerrel, ráadásul olyannal, ami lehetőség szerint alkoholtartalmú, az bizonyítottan vírusölő hatású, és ezt követően, ha van rá lehetőségünk, ugye én az egészségügyben dolgozom, utána mi mindig külön kézfertőtlenítőt nyomunk a kezünkre. Igen, ugye ennek megvan az áldatlan hatása, hogy azért az embernek a kezét hihetetlen módon kikezdi, tehát elképesztő módon tönkreteszi a bőrt, azt lehet krémezni, nem csökkenti a hatását? Muszáj krémezni, tehát a betegellátás, illetve a kézmosás közötti időszakban mindenképpen használjunk kézkrémet, kézkenőcsöt a bőrápolás céljából. Egyébként, ha nem használnánk szappant vagy kézfertőtlenítőt, akkor is a sima víz, és ha gyakran használjuk kézmosásra, az is kikezdi a bőrünket előbb-utóbb. Beszéltünk, ugye a láz az már szóba került, hogy a gyerekekkel is kapják rá, hogy különösebb veszély nincsen, ilyen apróbb tüneteket mutatnak be és lázasodhatnak. A lázcsillapítás egy másik olyan terület, ami külön műsort egyébként megérne, rengeteget lehet olvasni, és az orvosok között is, hogy látom, elég nagy az eltérés, mert valaki még ez a notórius lázcsillapító, valaki pedig azt mondja, hogy lázat már nem kell csillapítani, lehet olvasni, mert a láz az igazából jó, a szervezet így védekezik. Mi ebben az igazság? Hát mindegyik oldalon van igazság. Én azt gondolom, hogy a legcélszerűbb egy köztes álláspontot elfoglalni ebben. Én azt gondolom, hogy valóban a láz az egy természetes védő mechanizmusa a szervezetnek. A testhőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten a legtöbb kórokozó jóval lassabban szaporodik. Uh-huh. Viszont abban az esetben, hogyha ez a hőmérséklet egy olyan mértéket elér, hogy konkrét a számot említsek, egy 38,5 fokos, 39 fokos lázat, és az láthatóan megterheli a gyermek szervezetét, tehát szaporán veszi a levegőt, láthatóan rossz a közérzete, nagyon bágyat, nagyon elesett, akkor a lázcsillapítással nem teszünk rosszat ebben az esetben. Egyébként pedig, ha egy jól levő gyereknél mérünk lázat, akinek nem viseli meg a szervezetét, akkor nyugodtan várhatunk, természetesen azzal a feltétellel, hogy egy bizonyos idő után visszamérjük, hogy merre akar mozdulni a láza. A lázcsillapításban van az emberi, meg van a barbárabb módszer, ugye az emberi, hogy valamilyen sziruppal, tablettával, van a barbárabb módszer, amit ugye mi se szerettünk gyerekkorunkban, priznic, vagy éppen ugye a hideg vízbe való beültetés, de az sem úgy kell, ugye, mint megtudtuk, hogy rögtön a gyereket beletesszük, nem tudom, jeges Duna hőmérsékletű vízbe, hanem azt folyamatosan hűtjük vissza, amit szintén nagyon nem szeretnek. Melyik a jó, melyik hatékonyabb, melyikkel próbálkozzunk? Én azt gondolom, hogy itt is egy középutat célszerű választani, tehát a kettő kombinációja. Én a gyógyszeres lázcsillapítással kezdeném, és abban az esetben, hogyha a hőmérséklet visszamérésére kellő mértékben nem csökken a testhőmérséklet, akkor fizikális, azaz hűtéses lázcsillapítást célszerű alkalmazni, de valóban, ahogy mondta, ezt úgy érdemes alkalmazni, hogy nem jéghideg vízbe beültetni a gyermeket, hanem gyakorlatilag testhőmérsékletű vízzel kezdeni, és egy olyan 30 fokos hőmérsékletre visszahűteni a vizet. Igazából ami
a fő lázcsillapítást adja ebben a vonatkozásban, az a párolgás. Tehát célszerű locsolni a gyereket ezzel a nem hideg, hanem langyos vízzel, és ahogy párolog a testéről a víz, azzal sokkal több hőt von el. Uh-huh. A még fontos ebben az időszakban szintén lehet olvasni a vitaminnak a szedése, akár a felnőttek, idősek, vagy éppen a gyermekek számára. Ugye a D-vitamin az, ami elképesztő nagy teret hódít, lehet olvasni, hogy talán hatásosabb, hatékonyabb, mint a C-vitamin. Hogyha a gyerekkel vitamint szedetünk ebben az időszakban, mi az, amit ajánlott, és mekkora mennyiséget? Pontosan én ezt a két vitamint szoktam javasolni, a D-vitamint és a C-vitamint. A D-vitaminnak abszolút itt van a szezonja, hiszen tél vége, kora tavasz van, amikor a teljesen kiürültek a D-vitamin raktárak. Talán azt a közönség is tudja, hogy a D-vitamin természetesen is képződik a szervezetünkben a napfény hatására a bőrben. Nyilván a téli időszakban nincs lehetőségünk napozásra, így a tél végére elfogynak a tartalékok. Én már úgy szoktam javasolni, hogy már novemberben elkezdeni a D-vitamin pótlást, és gyakorlatilag az első igazán napos időszakig, olyan április-májusig folytatni és folyamatosan szedni. Gyerekeknél kisebb dózisban napi 1000 egységet, felnőtteknél 2-3000 egységet is lehet naponta fogyasztani. A C-vitamin pedig kifejezetten a vírus szezonra tartalékolandó vitamin készítmény, amiből egy olyan 200-500 mg-ot célszerű fogyasztani, mert a többi egyébként kiürül a vizelettel, tehát fölösleges nagy dózisban, ennél nagyobb dózisokban szedni C-vitamint. Viszont folyamatosan célszerű szedni a vírus időszakban. Ugye a D-vitamint általában, amit megfigyeltem, mondjuk szülők a gyermekeknek adnak, amit a gyógyszertárban lehet csepp formában vásárolni, abból akkor egy nagyjából 2 csepp a gyereknapi adagja. Attól függ, hogy D-vitamint készítményt veszi az ember, de így van, körülbelül 2-3 csepp a napi optimális adag. A másik, ami szintén fontos, szintén olvasni ebben az időszakban is, meg mindig a gyermeknek a folyadékpótlása, hogy az hogy történjen, mennyit érdemes a gyerekkel megitatni, víz, benne van a gyümölcslé, mert valaki szerint nincs benne, valaki szerint csak a tiszta víz az, ami jó, és az számít, a leves sem számít, itt mi az igazság? Általánosságban az mondható, hogy a gyermekek testtömegéhez képest nagy a testfelületük, tehát könnyebben veszítenek folyadékot, különösen érvényes ez a lázzal járó betegségekre, így a vírusfertőzésekre is, az átlagnál is több folyadékot célszerű fogyasztatni velük. A folyadék bevitel vonatkozásában én is a víz-ásványvíz pártján vagyok. A különböző édesített italok, gyümölcslevek az egyébként táplálkozás élettani szempontból nem kedvezőek, tehát azért nem szeretjük. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan gyermekek, akik nem hajlandóak más folyadékot elfogadni, mint ezeket az édesített italokat. Betegségi állapotok esetén természetesen lehet kompromisszumot kötni ilyen szempontból. Igen. A folyadékbevitelbe természetesen beleszámít a leves is, tehát az egyéb folyékony halmazállapotú élelmiszerek, tehát ha így vesszük a tej is ilyen szempontból, tehát azt is nyugodtan bele lehet számítani a folyadékbevitelbe. Jó, tehát ezt érdemes akkor mindenképpen, mert ugye szintén, amit mondtam, rengeteg ellentmondó információ van, ezt érdemes volt azért mindenképpen tisztába tenni. A másik, hogy ebben az időszakban javasolják, hogy ne menjünk ki, maradjunk otthon. De hát azért ugye az elég életszerűtlen szituáció, mondjuk lakik valaki panelban, anya, apa, két gyerek, hogy ne menjenek ki a levegőre. Ki lehet vinni, vagy nagyon nagy szentségtörés ebben az időben, időszakban a gyerekeket kicsit meglevegőztetni, úgyhogy nem érintkeznek nagyon senkivel? Én azt gondolom, hogy mindenképpen célszerű kivinni, levegőztetni a gyermekeket, és így, ahogy mondja, tehát lehetőség szerint ne csoportosuljanak az emberek, tartsák be az előbb említett másfél-két méteres távolságot egymástól, és nyugodtan lehet levegőztetni, mert azzal csak a friss levegővel gyakorlatilag csak jót teszünk. Egyébként is zárt helyiségben is ebben a vírusos időszakban időszakosan szellőztetést szoktunk javasolni, pont azért, hogyha a levegő valamilyen szinten kontaminálódik a vírussal, akkor az ki tudjon jutni a szabad légtérbe. Ami még kérdés is foglalkoztat rengeteg embert, ugye pont Vörösmarty Rádióban ma reggel volt nálam téma, jó reggelt Fehérvárban, hogy hogy élik meg otthon a digitális távoktatás, mit csinálnak otthon, és pont egy anyuka írt, hogy otthon van a kisgyerekkel, meg közben várandós is. És akkor jutott eszembe, hogy ezt mindenképpen felteszem a mai napon kérdésként, a várandós anyákra, anyukákra ez a mostani időszak mennyire veszélyes?
Hát én nem vagyok szülésznőgyógyász, de nyilván a témában valamennyire tájékozottam. Az én pillanatnyi ismereteim szerint úgy tűnik, hogy nem veszélyesebb a vírus a várandós anyákra, mint a nem terhes hölgyekre. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy még a adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy 100%-osan nyilatkozni lehessen, de pillanatnyilag nem, úgy tűnik, hogy nem veszélyesebb. Ez mondjuk egy jó hír. Otthoni fertőtlenítés szintén mindig szóba kerül, erre és kíváncsi, hogy mennyire fordítsunk erre hangsúlyt, tehát naponta notóriusan törölgessünk át, kilincset mossunk fel, vagy azért nem szükséges azért napi szinten ezt megcsinálni? Hát otthonunkban, hogyha vendéget ugye amúgy sem célszerű fogadni ebben a járványos időszakban, csak magunk vagyunk, akkor nem kell feltétlenül notóriusan törölgetni naponta. Elég egy-két alkalommal egy fertőtlenítő törlés, de főleg a kilincsekre, illetve a gyakran használt tárgyakra szorítkozni, de gyakorlatilag a kilincsek azok, amiket gyakran megfogunk, és azokat érdemes fertőtleníteni. Ugye tudjuk azt, hogy a magyar emberek nem vetik meg az alkoholt, hogyha valami jó, azért isznak, hogyha valami nem jó, azért isznak, hogyha betegség van, azért isznak, mondják, hogy a jó magyar pálinka, házi pálinka fertőtlenít. Hallottam olyat is, és olvastam, hogy bizony-bizony vannak olyan emberek, hogy naponta két kupica vagy két feles pálinkát ebben az időszakban azért isznak meg, mert megvannak arról győződve, hogy ennek van egy nagyon komoly fertőtlenítő vírusülő hatása. Ebben van igazság, vagy ez egyáltalán nem igaz, és ezért ne ígyunk pálinkát? Erre vonatkozóan megint az én ismereteimet tudom mondani, semmilyen tudományos tény nincsen, ami ezt alátámasztaná. Úgyhogy ártani egy kupica pálinka úgy időnként nem árt, hogyha nem viszi valóban túlzásba az ember, de ilyen céllal nem célszerű fogyasztani. Igen. Ugye a doktor esetleg hangulatjavításra ebbe a vírusos időszakban. Vidámabban leszünk betegek, ezt szokta mondani, vidámabban fogjuk fel, hogy betegek vagyunk, igen. Ugye a doktor úr tudja mindenki, jól a tévénézők is, hogy itt a Fejér megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház, jól mondom, gyermekintenzív osztályának az osztályvezető főorvosaként tevékenykedik. Gyermekkoraszülött részlegvezetője. Igen, és gasztroenterológus, tehát rengeteg területen. Ott kellett szigorú intézkedéseket, nyilván kellett szigorú intézkedéseket hozni most az osztályon, gondolom. Igen, hát felkészültünk teljes egészében azokra a váratlan helyzetekre, amik a vírusfertőzés kapcsán adódhatnak. Nyilván, ahogy korábban említettük, elkerülhetetlen, hogy terhes, várandós hölgyek is betegek lesznek, és őket mindenképpen elkülönítetten kell kezelnünk. A szülésznőgyógyász kollégákkal teljes egyetértésben és együttműködésben alakítottuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmassá teszik a osztályunkat arra, hogy ilyen típusú betegeket vagy koronavírus fertőzésre gyanús terheseket, illetve azoknak a gyermekeit fogadni tudjuk. Egyszer nagyon régen a fehérvári beszélgetésekben már ugye találkozhattunk a doktor úrral, akkor családi, magánéleti dolgokról beszéltünk, ugye megtudtuk, hogy több gyermek is van, ugye most már csak a kisebb lány, aki 16 éves jelenleg, 16 éves, ugye Blanka, ő van otthon, ő hogy viszonyul a mostani oktatáshoz? Hát mint minden gyermek, vagy legalábbis a gyermekek nagy része örül, hogy nem kell iskolába menni, viszont ahogy szintén a mai gyermekeknél ez általános, ott lóg állandóan az interneten, úgyhogy borzasztóan jól jött neki az, hogy távoktatás van, ez teljesen az ő profiljába vág, úgyhogy ezt kicsit nagyobb kedvel, sőt azt mondanám sokkal nagyobb kedvel csinálja, mint a mindennapos iskolába járást, ott azért szoktak időnként szomorúságok lenni, de itt nagyon-nagyon vidáman. Azt mondanám, hogy időnként már várja is, hogy az interneten részvehessen az oktatásban. És merre orientálódik, orvosi pálya felé, vagy még ezt úgy nem döntött el nagyon? Hát ő nagyon jó sportoló, tánc területén, és ezen a téren szeretne ő valamilyen szinten tovább tanulni. Edzői pályára, vagy a testnevelési egyetemre, azt még majd
még kialakulnak. Hát egészséggel kapcsolatos, így akkor van, mindenképpen pontosan, ő is amivel fog foglalkozni, igen, tehát igen, annyira igen. Nem esett messze igen, az alma a fájától. Pont azon gondolkodom a műsor vége felé, hogy hogy lehetne a mai beszélgetést összefoglalni jó tanácsként, így a koronavírus ellen, a kéne pár mondatot szólni, hogy mit tegyünk, mi az, amit csináljunk. Én azt gondolom, hogy a médiában elhangzó felhívásoknak, kéréseknek tegyünk eleget. Napi szinten halljuk, hogy mik azok a megelőző intézkedések, amelyekkel meg tudjuk előzni azt, hogy a betegek legyünk, illetve a betegséget esetleg, ha már fertőzöttek vagyunk, tovább vigyük. Itt szó volt arról, hogy a kézmosásra, a szociális kapcsolatokban az egymással való érintkezésre, annak az elkerülésére odafigyeljünk, illetve próbáljunk meg valamilyen szinten, annak ellenére, hogy ez kellemetlennek tűnik, alkalmazkodni ahhoz, hogy lehetőség szerint ne menjünk közösségbe és otthon tartózkodjunk minél többet. Akkor ezeket érdemes megfogadni. Doktor úr, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.